gyerekpesgőtől a szirénáig. Bulizók és mindennapi hősök. 2012. első éjszakáján. A Zsongó Bárka Egyesület szervezésében készítjük ezt a programot most, itt a Gárdonyi Nemzedékek Házában. Tavaly csináltunk először gyerek szilvesztert, és egy egyszeri alkalmat terveztünk, de olyan sikeres lett, hogy végül idén is megszerveztük, és mostantól kezdve minden évben lesz gyerek szilveszter, mert mind a szülőknek, mind a gyerekeknek akkora öröm volt ez, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt nem lehet többet kihagyni. A gyerekek kézműveskednek, táncolnak, vetélkedő van, amit a szülőkkel együtt csinálhatnak. Ezzel a felnőtteknek is segítünk ráhangolódni a szilveszterre, meg a gyerekeknek is segítünk abban, hogy 31-én nyugodtan hagyják bulizni a felnőtteket, hiszen nekik már megvolt ma a parti. És egy helyi étteremben a következőképpen ünnepeltek a szilveszterezők. És ebben a házi buliban már bizony tetőfokára hágott a hangulat, így várják ők a 2012-es évet. Így mulattak tehát a Velencei tópartján élők, viszont ott az érem másik oldala, a dolgozó ember. Részemről ez egy munka. Nekünk ez a feladatunk, ebbe érzelmeket nem szabad belevinni, nem is lehet belevinni. Ilyenkor nekünk a jogszerű és a szakszerű intézkedésre kell törekedni. Abszolút nem befolyásolhatják az érzelmek, és a tárgyalagosságra törekszünk. Megy a járőr, ugye fölveszi a kapcsolatot a bejelentővel, majd megvizsgálja azt, hogy történt-e bűncselekmény a szabálysértés, és amennyiben igen, akkor a szembe, intézkedik azzal szemben. Na, várjál, hogy tetszik. Verekedés szabálysértés. Járőrök éppen intézkednek, egy verekedésbe csöppentünk itt Velencén. Tulajdonképpen rendzavarás szabálysértése volt, melyel szemben a két felet igazoltattuk, és ezt követően szabálysértési bejelentést készítünk majd velük szembe. Említek vizsgálni egy hatalmán, jól Viktoriknak kell egy kis segítséget családi bajnokságnak. Nyugtalan, megköszönt fényezést használjunk. Igen, engedélyezve. Volt fél látogatóban volt a volt feleségénél, ahol volt két kisgyermek, majd szóváltásba keveredtek, melynek során a férj megsérült. Ezt követően a feleség mentőt hívott, majd a mentősök, mivel ittas és agresszív állapotban volt a férj, nem tudták ellátni, ezért rendőri segítséget kértek a helyszínre.
2 óra 13 perc van, újabb bejelentés érkezett a járőrökhöz. Kérnék engedélyt, meg köszönöm fényezés használatára. Hát előbb kiérkeztünk, mint a mentők. A kollégám stabil oldalfekvésbe tette a sérült személyt. Majd ezt követően a helyszínt biztosítottuk. A helyszín biztosítását követően a sérült személyt a mentő elszállította. Véletőleg az történt, hogy egy ittas járművezető elütötte ezt a gyalogosan közlekedő személyt. Súlyos sérülésekkel a Székesfehérvár Szentgyörgy kórházba szállították.